Szerintem a fáj az a jó, hogy mindent lehet bennük szeretni. Lehet bennük szeretni azt, hogy sokan vannak, hogy sokfélék, hogy modernek, hogy lekövetik a trendeket, hogy jó kollabokban vesznek részt, és hogy egyszerre modernek, és teljesen retrók. És akkor, amikor az SKX modellek utánérzetei szerintem százával jönnek ki gyakorlatilag, nyugodtan mondhatjuk ezt a nagyságrendet így 2019 óta. Ma hoztunk nektek három olyan egyébként retro feelingű, de új az SKX-re hajazó órát, ami egyébként valamilyen módon persze mindig más, mint az előző több száz modell. Másrészt ennek kapcsán elviszünk titeket egy olyan világba, amely szintén egyszerre modern és egyszerre retro. A streetwear világa, az utcai kultúra világa, és itt a kultúra persze sokféle lehet utcai művészetek, vagy éppen utcai öltözködés, vagyis összehozzuk a sneakereket, a sportcipőket, az órákkal, a retroval, a modernel, a menővel, a trendivel és a régivel. Ezek lesznek a hívó szavak, és egyben egy fesztiválon is ott leszünk, amiről mindjárt mesélünk majd. De hogy a retro, vagy éppen a manga után érzett, vagy a csak jó színkombinációval elkapott, akár autókra, motorokra vonatkozó kollabog a kedvenceink, én nem is tudom eldönteni, hanem az a jó, hogy ez csak így pop-up, ez így jön, tetszik, megfogom, nem tetszik, tovább lépek, majd jön másik száz. Igen. De egyébként nem is tudok mondani, alma és körte, tehát most melyik a finomabb, mindegyik. Tetszik. Egyébként erre az új sorozatra, ez az SRPK 9.11.13, uh -huh. amit a mai videóban elhoztam, nekem a Time Sonar ugrik be elsőre, Egyértelmű. hogyha így ránézek. Hát főleg a speciális és ott miatt. A lünetta miatt, nekem inkább a narancson ez a keresztbe visszintes vonal. Ami, ami az is. Mindig van Time Sonar mindig egyébként. Tehát pici. itt a lünetta, itt az a vonal, itt pedig a színőszállítás hajaz az ugye az egyik Time Tehát olyan, mint a Time Sonart, mint a Harry Potter utolsó részeiben a Horcrux, vagy hogy hívják ezeket, amikor a testét kidarabolta ilyen mindenféle tárgyakba? Mit tudom én, ez egy másik kultúra. Az a lényeg, hogy fogta magát a Time zone és szétugrott három, három órába. De hogyha valami hiányzik, akkor nekem így első ránézésre, én erre a szürkére is rátettem volna ezt a csíkot keresztbe. Nézzétek, majd idehozom közelebb. Pont ez hiányzik. De ebben pont ne, az a jó, hogy majd Biztos, hogy lesz olyan, de nekem ott elfért volna rajta, rá fogom photoshopolni, hogy hogy mm. nézett volna ki, hogyha rajta van az a csí. Viszont... Fogunk az órákról beszélni mindenképpen, akkor... de olyan ritkán tudunk egyes személyesen is találkozni, másrészt egy kicsit ilyen saját kollabban gondolkodni. Tehát a kollabokat kapjuk, Japánból elmondjuk, értjük, szeretjük, de ez most egy hogy mondjam, saját kollab, vagy saját együttműködés. Szerintem uh, Trunk Tomate alias Double t már nem nagyon kell senkinek bemutatni, a Seiko egyik márka nagykövette, és emellett egy kiváló síző gyakorlatilag generációjának az egyik legnagyobb trend követője és trend kutatója. Alakítója. És alakítója. És egyébként van nekünk egy lékai máténk is, a kézilabda válogatott csapatkapitánya is már uh, Seiko tulajdonos, és egyébként óriási Grand Seiko rajongó és cipőrajongók, ők ketten legalábbis mindenképpen. Ugye volt műsorunk, amikor Tomival egyszerűen egy rópilabda kicsaptuk a cipőnket az asztalra, és azt Igen. mondjuk, hogy legyen akkor ez a sneakeres műsor. Hát Tomi nem tesz más, mint hogy egy egyébként Európát már meghódító sneaker fesztivált egymaga elhoz ide Budapestre, úgyhogy mi lenne, nem is mi hívnánk meg a mai nézőket, hanem átadnánk Mátinak és wt a lehetőséget. Hát akkor kezdjük ezzel. Itt a ja? vagy... meghívótok, figyeljetek. Seiko X sneaker világ, Lékai Máté sneak a csatornámon láthattátok, és most a psycho közösen elhozzuk a legkomolyabb sneakereit. Így van, Tomival közösen kiválogattuk azt a 5 plusz 1 darabot, amivel találkozhatok a sneakerness és ezt megízesítjük egy kis Seiko játékkal is, úgyhogy mindenképpen keresétek fel a Seiko standját a sneakerness november 11-12-én. Így van. Mátja, hogy milyen cipő van a kezedben? Egy Fragment Jordan. Hú. Tehát Snickernes Fesztivál a Millenárison november 11-12, és végre egy olyan jó hangulatú, laza program, amire így mehetünk el, és nem igazából munkaként kell rátekinteni, bár mondjuk az atlétikai VB sem volt igazából egy munka, hanem ott is azért szórakozás volt, de ezt már úgy vártam, hogy a Szejkóval végre elmesünk egy ilyen fiatalos, laza programra, nagy öröm, hogy ez így összejött, és, és megint csak egy különleges csillagok állása az, hogy pont egy évben vagyunk együtt a Mátéval, a Tomival és a Seiko Five sports és össze tudtuk hozni azt, hogy legyen egy olyan közös tandunk, ahol uh, Máté a, nem is tudom me mekkora kollekciójából kiválaszt hat igazán különleges cipőt. 5 plusz 1 ami ugye a kézgabdában öt. egy értelmes kifejezés, az 5 plusz 1 ez egy védekezési forma. <laughs> Igen, amit Máté, most már nem érdemes, hogy megtanulja abban a egy-két évben, ami hátra van egy <laughs> pályafutásából, úgyhogy ezt majd a többiek levédekezik helyetted, az 5 plusz 1 De azért még retlen. mehet új cipőt. Az igaz. És viszont az öt plusz 1 az onnan jött egyébként, hogy a vitrineket így tudjuk szépen kiállítani, és a hat cipője lesz oda kiállítva, és mind a hat cipője mellé oda fogunk választani egy Seiko Five Sports órát, ami szerintünk a leginkább ahhoz a stílushoz kapcsolódik, és a mai játék is majd ehhez Bizony. fog kapcsolódni a videó végén, úgyhogy addig is figyeljetek, hogy ti is majd jó választ tudjatok adni, válaszokat. Tökre tetszett De... nekem egyébként, hogy a fesztivál leírásában, ugye először van Magyarországon és először lesz Budapesten Snickers Fesztivál, úgy írnak a mi fővárosunkról, mint ami már régen megérett arra, hogy egy ilyen fesztiválnak otthont adjon, mert úgy írják le Budapestet, egyébként a külföldről ide látogatóknak, tehát félreértés itt nagyon sokan lesznek a környező országokból vagy szerte Európából, hogy Budapesten egyébként világzik, virágzik az utcai kultúra, hogy igenis, ugye divat utcai művészetek és mi egymás, hogy igenis Budapest egy olyan virágzó és pesgő város, ahol nagyon régóta már helye lenne egy ilyen fesztiválnak, tehát ez tök jó volt egyrészt olvasni. Másrészt belelátni abba, hogy két olyan vendéget is Trunk meg tudott hívni, akik egyébként az egyedi sneaker dizájnokban, vagy az ilyen kollabos, együttműködéses ötletelésekben a legjobbak a világon, tehát érkezik majd Jeff Staple, akinek New Yorkban a Pigeon nevű márkája lehet egyébként világhírű, és az ő kolabja ilyen 10, igen, 10 millió forintos cipőkké eszkalálódtak. 10 millió forint, mert ő és egy kolab, egy másik ilyen brand jól összeállt. Illetve egy japán hírosi Fujiwara jön, aki meg a Fragment Design-nak az alapítója. Tehát két ikonikus designer érkezik, akik a sneaker kultúrát, a sportcipő kultúrát alakították az elmúlt években. Szerintem, hogy egy picit még sztároljuk Tomit, azt kell mondanunk, hogy azért, hogy képbe helyezzük ezt a Snickernes FESZTIVÁLT, ez azért nagyvárosokban Berlin, Párizs, Milánóban kapott helyet, és emellett jön el Budapestre, és egy picit talán mi is büszkék lehetünk, hogy hasonló városokban vannak Seiko butikok, és Kelet-Európában uh -huh. egyedül Budapesten, úgyhogy itt is egy kicsit összecsengünk, de a Tomihoz visszatérve óriási dolog, hogy ennek a lehetőségét elhozta, és olyan vendégek jönnek Magyarországra, akik még nyugat európában sem mentek el ezekre a fesztiválokra, ott sem fognak fellépni. És éppen ezért most itt hívom fel a figyelmeteket arra, hogy online lehet elővételben jegyeket vásárolni a fesztiválra, már nagyon előre háladott állapotban van a jegyeladás, úgyhogy aki mindenképp ki szeretne jönni erre a különlegességre, és itt azért nem csak cipők lesznek kiállítva, hanem lesz majd streetbolt, lehetőség különböző játékok, DJ-k, Igazi lazulás lesz ez a hétvége, az mindenképp igyekezzen jegyet mert utána a hely mérete miatt nem lehet további jegyeket mm. osztani, kivéve, hogyha játszatok velünk, mert annyit találhatunk előre, hogy két darab jegyet, tehát egy páros belépőt uh -huh. fogunk uh, nektek uh, kisorsolni azok között, akik jó választ adnak. Egyébként ide nem csak látogatók jönnek, hanem olyan designerek vagy uh, fiatal magyar üzletemberek, akik már ebben a kultúrában mocorognak, akik erre próbálják a vállalkozásokat építeni, Úgyhogy lesznek majd ilyen panelbeszélgetések, meg lesz nagy előadás, meg milyen más. Mi lenne, a kivételesen a játékot beszúrnánk ide, mert úgyis most beszélünk a cipőkről, hogy ne adjuk a legvégére, és Mindjárt mondjuk picit bonyolultabb a játék, de azt gondoljuk, hogy ez a két jegy a azért elég értékes és különleges is, hogy azért, hogy hol hozzuk össze a sneaker kultúrát a, a five sports al És nekem ez elég könnyen összejött, mikor ezen gondolkodtam, mert a sneaker kultúra egy picit arról szól, hogy kreatív és modern, de egyben vintage. Plusz, és igazából ezek az órák, amiket elhoztuk, ebben teljesen megvan a, a technikai modernitás és a vintage újraértelmezése. Teljesen, mint a sneakerekben. Plusz a, a sneakereknek is a legnagyobb értékét a, a, kolabok adják. Tehát vannak nagyon szép cipők, és a kolabos cipők azok, amik ebből ezek közül is kilépnek, és a Seiko 5 Sportsnál is, ugye ez a trend. Vannak nagyon szép és nagyon jó kis Seiko 5 Sports órák, és vannak még azon kívül a ultimate kolabos kiadások, amikhez nagyon nehéz hozzá jutni. Szóval vissza a játék. Játszunk egyet most? Ja, játszunk Jó, most. Két képet fogunk nektek mutatni. Ugye ahogyan elhangzott, Lékai Máté kollekciójából 5 plusz egy cipő biztosan ott lesz majd a millenárison. Mi ebből most kiválasztunk nektek kettőt. Itt mutatjuk az elsőt, ez a sárga pipás, csak hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. A ti feladatotok itt a YouTube videó alatt a komment szekcióban az lesz, hogy válasszatok ehhez a lékai féle sneakerhez egy valamilyen okból odaillő Five Sports modell. Tehát a sárga pipáshoz egy cik számot szeretnénk kérni, a több száz five sports óra közül ehhez melyik illik. Ez az első játék jegyekért itt a YouTube alatt. De azt mindenképpen szeretném kérni, hogy írjátok oda, hogy mi az, ami összeköti azt a cipőt az, órá, hmm. az órával, tehát olyan nincs, hogy választok egy sima szürkét, aminek egyébként semmi köze Igen. ez a klassz színes nike cipőhöz, és aztán azért csak, hogy vegyetek, beírtok egy cikkszámot, tehát valamit oda kell írni mellé, hogy miben látjátok a kapcsolatot Igen. a cipő és az óra között. Erre egyébként, és akkor rátértünk az applikációban elindított játékunkra. Attila, ad is példát, mert itt van Máté másik cipője, mutatjuk a képet. Szintén egy rendkívül különleges cipő. Kevésbé jellemző rá a szín, kavalkád, fekete, fehér és kék színekben. Az applikációban Attila előre dolgozik, tehát most fogunk választani nektek rögtön a műsor után egy olyan órát, ami szerintünk a Five Sports kollekcióból ehhez illik. A ti dolgotok pedig az lesz, hogy valahogyan rákeressetek erre a modellre, és kiválasztátok a négy lehetséges cikk közül azt, amelyiket Attila mellé rakta. Tehát annyira, hogy ez melyik? annyira ö, nehezítem a feladatot, hogy három rossz válasz mellett lesz egy jó, és csak a jó válasz rakattintók tudnak részt venni a nyereménysorsolásba, tehát a páros belépőre. Aki mind a két helyen jól válaszol, annak dupla esője van, aki csak az egyik helyen szeretne válaszolni, ő egyszeres esélyel indul a jegyekért. Úgyhogy ez a játékunk, és akkor egy picit eltávolodunk a sneakerektől, tehát a sportcipők világától, és visszajövünk az órákhoz. SKX, amiről annyit beszéltünk már, ami picit megadja a retróságát, de nem csak ez adja meg a retróságát ezeknek az óráknak, hanem ugye beszéltünk a Timesonar modellekről, azt is megnézhetjük, hogy melyikben mi az, ami igazán Timesonáros, de akkor menjünk végig a retro color kollekció néhány darabján, tehát akkor ott tartunk, hogy SRPK09, és az a legletisztultabb szürketok, aminek egyébként a legjobban áll a kék automatik felirat, mert az összes többihez Szerintem nem tesz annyit hozzá, mint hogy a narancsárga másodperc mutató és ez a szürke, fehér, fekete, monokróm színvilág mellett, ez a kicsi kék, ez még ott van. És nézzétek meg, hogy bár a többinek is kék az automatik felirata, de hogy így a narancsárga, kék, szürke, szerintem kimondotta sokat hozzá Ez ez a kék. Igen. Nem? Mert hát ez ugye, amit többször is mondtunk, hogyha valami teljesen egyszínű, azt egy pici színnel rögtön föl lehet éleszteni az egészet, mielőtt bepunyadna. És itt pont ezen, hogy minden fehér, fekete, szürke, az a pici szín, amit jelen pillanatban a narancsárga másodperc mutató, vagy a kék automatik felirat, uh -huh. az az egész szürkének ad egy életet. Ennek az órának egyébként pontosan a szürke vagy ezüstös számlap miatt van egy olyan különlegessége, vagy egyedi tulajdonsága, ami nincs meg a másik kettőben. Felfedezed? Vagy tudod, miről van szó? Hát nekem, hogyha erre az órára ránézek, akkor az, ami a legerősebb eleme, az mindenképpen a lunettája. Tehát az ne, neke, én, hogyha ezt az órát választanám, én szinte csak a lünetta miatt választanám ezt, illetve úgy mondom, hogy a lünetta vinné uh -huh. az egészet, és a többi jönne vele, például ez a szürke számlap fölött, a narancsárga kék Egyébként ez, ez, most nem is néztem össze, ez egy az egyben Time Solar lünetta vagy annak egy módosított változata. Mert ugye ez a csíkozott, nem, nem különböző az, ez, ez osztásokkal nem díszített... A, nem, a, nem a Times Square-os Lunetta volt, hanem volt az a japán designer, aki újságokat változott föl, és akkor abból készített egy ilyen nagy mixből, egy nagy vegyességből uh -huh. egy olyan modellt, amin mégis láttad a, a rendszert benne, és annak volt ez a, a lunettája, illetve hát ő is egy korábbi modellhez nyúlt vissza. Mindenképpen. Megválasztom a saját kérdésemet, várjál akkor. Ezt onnan. De menjünk a következőre. De azért, mert az, ez, ez még hozzátartozik. Tehát mi az egyetlen biztos különbség a három óra között, és a mutatóknál ennyit még segítek, ott kell keresni, a választ, az, hogy ugye ez a középső az egyetlen, ahol a mutató egy fekete festést kapott, még azért, mert a láthatóság sérült volna az ezüst színű mutató kontra világos ezüst számlap miatt, tehát az egyetlen, amely fekete belső festést kapott a mutatók közül, ha. és nem maradt ezüst, az ez a modell. Oké. Okay. Okay. Írta -e, a a a Ö... Nem, Én néztem egyébként, hogy ezen rajta van -e, mert pont nekem olyan szögbe volt, mintha fekete lenne a mutató, de aztán nem amikor odért esett a fény, akkor látszott, hogy az is ezüst. Viszont én már is tovább mentem, mert narancs. végre jött jött egy narancs számlapos uh, Five Sports, és uh, már nagyon régóta vártam. A, nem is azért, mert most uh, volt, van, lesz Halloween, és ahhoz legyen, egy, uh, legyen egy óra hanem azért, mert volt egy monster, aminek ugye ilyen narancsárga színe volt, talán az volt az egyik utolsó, ami, ami narancsárga számlapos óra volt, és szerintem ez nagyon hiányzik a, a mostani kollekcióból, hogy egy ilyen modell legyen, plusz, ennek a modellnek nekem, a, ami nagyon tetszik, az az, hogyha így oldalára döntöm, akkor látszik az, hogy a számlaptartó gyűrű a ráma alatt, az Igen. hol narancsárga, hol fekete. Ez nagyon, nagyon jó és az a belső. És, és, az nekem egy nagyon szép eleme az órának. És a viszintes fekete csík pedig, ami ugye így rákerül, Igen. én nekem az, az, kiemeli a többi közül mindenképpen. Tudod, mi tettem, eszembe? Tini nincs a teknőcök. Azoknak volt egy ilyen csík, ahogy a szemüket eltakarták, vagy a szemükre rá volt festve. Egyébként hozzáteszem. Akkor ez is teknős? Mondjuk. Hozzáteszem, hogy tribut beszélünk. Úgyhogy tudok mondani nektek egy őségi cikk számot, és ha van kedvetek, akkor keressétek meg. Ez úgy néz ki, hogy 51-26 kötőjel 60-30. A double hurricane, vagy dupla hurikán. Ez az óra ezzel a színösszeállítással és ezzel a vízindes fekete csíkkal ez már létezett egyszer, és erre kacsint vissza, vagy erre emlékeztet szándékosan nyilván ez a mostani SRPK 11-es számú modell, tehát a dupla hurikára keressetek rá, mert ez mindig jó összevetni egy picit, hogy mi maradt és mi változott meg ennél a modellnél. Ennek a, meg még mindig itt vagyok a számlaptartó gyűrűnél, ennek a gyűrűnek a dizájnja valahogy kimélyíti az egész órát. Nézzétek, most ebből Igen. a szögből, mint a sokkal mélyebb lenne, mint általában az SKX-ek, és szerintem a tartó gyűrű Hozza ezt a feelinget, és még amíg ö, ezt így nézegettem, azon gondolkodtam, hogy elsőre tudja, hogy lecserélném a fémcsatot valami másra, uh -huh. és azon gondolkodtam, hogy milyen színű legyen, fekete vagy színű, de hogyha színű lenne, Na, túl sok akkor berné. igen, nagyon verné, és elnyomná a számlapot, ami viszont meg ezzel a fémcsattal jó igazán. Igen. Tehát is lehet a végén maradni új ahol... Azt hiszem egyébként, hogy ha jól láttam, akkor 5 másodperces osztásonként változik a fekete és a narancsárga, de hogy ugye ezt is annyival elcsúsztaták, hogy a délhez képest plusz mínusz két és fél másodperccel indulnak a fekete osztások, tehát Igen. így, így fut Pont ez benne. az index. Index vonalaknál van az osztás közepe. Igen. És, és az, akkor nézz, és az hogy a... És valóban a fekete csík, az ugye fél másodperc, tehát két osztás között tehát akkor így két és fél, két és fél jobbra-balra, és onnan öt másodperces vastagságúak maguk a, a csíkok. Jó, Igen. ez a kis zebra Igen. feeling, és... vagy tigris feeling inkább. Tigris Igen, ez, nem? Valóban tigris, tigris. tigris. Igen, tigris-csíkos. Azt néztem, hogy ezen a belső, az egy óránál van fekete rovátka, ott olyan az ötből a középső rovátka, az vastagabb, de szerintem hmm. nem egyformák. formák. Jó, jó, és van egy a következő, annalság. SRPK 13, ami ugye színben a leggazdagabb, fekete alapon piros, kék, zöld, zöld. és majdnem egy magyar zászló, csak még kék is van benne, és azért ugye a lünettán a, a fehéret is tartalmaz, és az előbb elmondtuk, hogy az osztás logikája, ugye az 5 másodpercenkénti csíkozás, akkor itt egy egészen más logikát követtek a dizájnál, még az az, hogy az óra első 20 perce a lünettán piros, a belső peremen pedig kék, az óra 20-tól 60 perce pedig a külső lünettán fehér, a belsőn pedig zöld, tehát itt látjátok ezt a, az aszimmetrikus elosztást. És most hogy van? Ha eltekergeted, akkor pedig más. <gül> <gül> Úgyhogy biztos, hogy ez a legszínesebb, hiszen maradtunk a narancsárga másodperc mutatónál, maradtunk a kék automatik feliratnál, és maradtunk egyébként szintén egy utánérzésnél, tehát hogyha a narancsárgánál a dupla hurikánt emlegettük, akkor itt egy regatta nevű órára legyetek kedvesek rákeresni, ha van kedvetek megnézni az eredeti Találtam hozzá egy olyan cikk számot, hogy 61.19 kötőjel 60-50, tehát 6119 kötél 60-50, ami azért nagyon mókás, mert az egy színben és dizájnban nagyon hasonló, nyilván kör alakú lünettel és számlap, de ez rajta csücsült egy teljesen négyszögletű tokon. Uh -huh. És ez ez nagyon jó pofa, hogy gyakorlatilag ennél a dizájnál az eredetihez képest csak lecsapták a sarkokat, és egy kapott egy picit kecsesebb tok kialakítás, de a regatta modell, aminek mondtam az előbb a cikk számát, lényegét vagy dizájnját tekintve ez a modell. És ugye itt a 60-as évekbe megyünk vissza, nem a 80-asba. Egyszer beszéltünk erről, hogy mi a vintage, mi a retro, már nem is emlékszem, Igen. hogy mi volt a beosztás. A 60-asba repülünk Igen. ezzel a modellel. Neked melyik a a színesség szempontját? Te... Nekem egy picit a szünet jutott még eszembe a hétfői tévéadások, nem? Annak is hasonló ja. volt a <laughs> ne, teszem a egy kis a... és egy kis jamaikai regi feeling jött ja, volna. Az is, igen. És akkor már teljesen kerek lett volna, de egyáltalán nem szivárványos. Úgyhogy hát nagyon nehéz. Van a narancssárgát, én nagyon régóta vártam, hogy legyen narancssárga, és a keresztbe fekete csík az nekem nagyon adja, fő, sőt ez a számlaptartó gyűrűnek a dizájnja mm. is, ez mindenképpen. A szürkének a, a lünettája az viszi nekem. De sajnos ugye arról az óráról lemaradtam, és most jött először újra ez a, Igen. Ez a lünetta. De, de a három közül lehet, hogy ő második helyen lenne, és, és ők meg megosztott első helyen. Uh -huh. Mert ennek meg annyira jó a, szín, a szintónusok, tehát a kék, zöld, piros, a fekettén annyira egyforma színárnyalatai az adott színnek, Igen. hogy ritka jó összhangban vannak. Tegyük hozzá, hogy a Seiko Five Sports 55 éves, és ugye ennek a három modellnek, amelyek nem limitáltak, van egy nagy testvére, aminek a vége a 17-es, uh -huh. és bár őt most nem tudtuk elhozni, de ott van egy limitáció, ami egyébként 15 ezer, 555 darabot jelent az 55. évforduló alkalmából. Tehát igazából ez a trió, amit most mutatunk, ez ennek a 15.555 darabos limitált 17-es sorszámú modellnek a három mondjuk öcsikéje. Hát azt sem mondom, hogy ilyen magas limitációval valaha találkoztam volna, de hát a Fire Sports az sokszor erről szól, hogy az azért Menjen nagyobb darabszámban. Mindenesetre az 55. évfordulót, azt ezzel a sokatösszel azért csak tudták jelezni. Igen, de amúgy volt még egy, októberben volt még egy limitált Five Sports, aminek 15 ezer darab volt a limitációja, uh -huh. és most írtalán egy kicsit belebizonytalanodtam, de azt hiszem, hogy a Lee-s kiadás volt az, ami ilyen darabszámban érkezett. Hogyha visszanézitek a kézre fel videókat, akkor két ilyen óráról beszéltem októberben, és én úgy emlékszem, hogy a is volt a 15 ezres. Van, valami állandó, és szerintem ez a 4 36 szerkezet, ez már annyira hozzánőtt az elmúlt időszak Five Sports óráihoz, hogy kár is volna megválni tőle. Egy, egyébként a Five Sports az teljesen illő mechanikus automata szerkezetről van szó. A kézi húzás kell hozzá, mert ugye csak 41 óra a járás tartaléka, és az a 41 az nem egy nagyon magas szám, tehát ez szerintem hozzá tartozik, hogy idegen időnként meg lehet a rugót kézzel is feszíteni, de ez egy ilyen annyira strapabíró szerkezett, meg annyira jól bevált, hogy ezzel hogy nem is kell, vagy nem is kár is volna változtatni. Igen, talán annyit érdemes megemlítenünk, hogy a, a 4R36-os, ugye a 36-os az, ami dupla naptáros, a 35-ös az, ahol csak a hónap napjai vannak, és még a, talán annyit itt a kezemet van mutogatva, hogy 19 cm kerületű az én csuklom, azon látjátok most ezt a 42-es tokátmérőjű uh -huh. e, Seiko 5 Sports-os okay. órát, a tokozat ugye ennél a sorozatnál teljesen egyforma, illetve a legtöbb Seiko 5-nél, bár most, mondjuk most már van Seiko 5-ből, Seiko 5 Sportsból ugye mid-size, tehát egyel kisebb tokórák, azt hiszem ugye a 39-esek, és vannak most már nőiek, amik 2 r szerkezetűek. A játékot hallottátok, bízunk benne, hogy találkozhatunk majd a millenárison, tehát november 11-én, illetve 12-én a ez Fesztiválon, és ahogy a mi is a mai napon azt kértük tőletek, hogy hozzátok össze a sportcipőket az órákkal, ott a fesztiválon a szájkos standjánál, ahogy a Máték is ugye már elhívtak, meghívtak titeket, ugyanezt fogjuk majd tenni, mert igenis összejön a kettő. Mindenképpen egy dolog, tehát még egyszer a játékot röviden összefoglalva, láttok egy cipőt, egy Máté-nak egyik cipőjét, ehhez választhatok egy Seiko Five Sports órát, nem csak ebből a háromból lehet választani bármelyiket a weboldalunkról, a másik pedig az applikációban lehet játszani, ott pedig szintén a Máté egyik cipője. Én választottam egy órát, alatta négy cikk van, és azt kell megmondani, hogy az általán választott órának mi a cikkszáma. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk voltatok, hogyha tetszett a videó, akkor egy lájkkal legyetek, szívesek jelezni, iratkozzatok fel a szejkobuti Budapestnek a Youtube csatornájára, hogy eddig nem tettétek volna meg, így fogtok kapni értesítést a következő videóról, plusz még nyomjatok rá a harangra is. Ha pedig szeretnétek, hogy az apon keresztül küldjünk nektek értesítést, hogy mikor kezdődik a videó, akkor töltsétek le, engedélyezzétek az üzenet fogadását. Ennyi volt mára, találkozunk legközelebb hétfőn velem, akkor egy kézrifel vagy újdonság érkezik uh -huh. videóval, Andrással pedig jövő hét pénteken várunk titeket legközelebb. És nov 11 -e még egyszer, Áris, Budapest. Sziasztok! Sziasztok!